Tavaly Mánfán már volt egy ilyen nyelvi konferencia, amelyet most Pécsen a Gandhi Gimnáziumba tartottak meg. Dunai György a Roma Herba Misszió elnökének szívügye a Magyarországon megtalálható roma-román nyelvek és a hozzátartozó dialektikák, dialektusok ápolása. Arra törekednek, hogy a gyerekeknek a nyelv által átadják azokat a szokásokat, amelyet ők is megtanultak. Nagyon fontos, hogy a cigánság és a magyarság között egy olyan kontaktus jöjjön létre, ami a kultúránkat be tudja mutatni. A nyelv az mindennek az alapja, főleg a romániba. A romák, hogyha találkoznak, két roma találkozik valahol, már az elején, amikor úgy szólítják meg, ahogy a hagyományaink, a őseink hagyták, akkor maga az egész beszélgetés egy egy barátságos, egy tovább haladó, többre vihető történetet hoz maga után. Szlovákiában a romanyelvű dialektusok különbözőek, nyugat, kelet és közép a dialektusok eltérőek, mondta a dr. Ravasz József, a Dunaszerdahelyi Romológiai Kutató és Módszertani Intézet vezetője. Az egyetemi docens éppen a jelenkori rom a nyelvi dialektusok használata Szlovákiában a gyakorlati életben címmel tartott előadást. Engem felettébb inkább az érdekel, hogy a magyar ajkú romák a felvidéken hogyan tudnak boldogulni a romani nyelven beszélnek, illetve át szeretnék adni magát, mint olyat ezt az anyanyelvet, elsősorban azoknak, akik már nem beszélik a roma nyelvet, mint olyat, de tudattalannyukban ez a nyelv természetesen, hogy ott van. A konferencián többek között a romák demográfiai helyzetének és nyelvi identitásának a különböző történelmi korokban való változásairól, a kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségeiről, a kárpáti cigányok nyelvéről is értekeztek.